Kifejezetten unalmas első félidőt produkált a két csapat mezőkövesden, szinte csak Bognár életerős lövését lehetett feljegyezni. A 49. percben viszont már egy óriási szombathelyi ziccet láthattak a szurkolók, ám Iszlai kapitális hibája után Kovács nem tudott a hálóba találni. Cseri viszont az 58. percben már sokkal jobban célzott, amikor vadnai átadását követően kilőtte királykapujának balassó sarkát. A haladás a bekapott gól után alaposan rákapcsolt, és Wills közeli köszönhetően az egyenlítés is összejött. A 2-1-es végeredményt Kost állította be 78. percben, így a hazaiak nyerték a kiesési rangadót. Talán az első ilyen alkalom, hogy egy 50-50-es mérkőzésből mi kerültünk ki jobban, és ez nagyon-nagyon pozitív a jövőre nézve. Nem beszélve arról, hogy tegnap azért figyelgettem itt a elosztás a 12 csapatos bajnokságban, és látható, hogy nem véletlen ez, hogy ilyen mérkőzések vannak. Ez a 12 csapat tényleg első, második jelentősége nem igazán van, és a pályaválasztás joga sem mindig érvényesül. A szombathelyek az Újpest elleni derbit követően ismét egy nyerhető idegenbeli mérkőzést veszítettek el. Mihár Hip együttese újfent kihagyta a találkozó első nagy ziccerét, és ez most is megbosszulta magát. Kiegyenlített mérkőzést láthattunk, szóval amelyet a, a helyzet kihasználás szóval döntött szóval el. Nagyon fontos szóval volt, hogy melyik csapat a szerzi az első gólt. Mi ziccert hibáztunk, még a, 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 a hazaiak gólt lőttek. A haladás eresége miatt visszacsúszott a tabella tizedik helyére, ráadásul pontszámban a sereghajtó mezzőkövesd is beérte a vasiakat. Halmosiék legközelebb szombaton a Budapest Honvéd otthonában lépnek pályára bajnoki mérkőzésen.